Sziasztok, egy újabb végigjátszás. Bemutató az utal Rayman Legends került elítékre, amely jól emlékszem egy felújtott és kibővített változat minden DLC-vel együtt, amit annó az alapváltozathoz hozzácsaptak. Egyébként az első két, talán három rész után jelent meg a játék sorozatban. Én azokat ugyan nem játszottam és nem ismerem, csak hallottam már róluk. Ezen kívül azóta is úgy tudom egy pár újabb ilyen új rész, spin-off, nem tudom, még kikerült a sorozatból, bár főleg nem PC-re. Ez egy igazán egyedi hangulatú és nem könnyű platformer játék, amiben különböző típusú, nagyon sokféle pálya található, nagyon sokféle ellenfél típus, illetve logikai puzzle vagy platformer nehézségi elem, de nagyon sokféle ellenfél típus is itt-ott felbukkan. Néha a kamerával is játszanak, megfordítják a pályát, meg ilyesmi, úgyhogy nagyon vigyázni kell, de szerintem a család minden tagjának nagyon nagyszerű élményt nyújthat. Én ugye végül nem vittem teljesen végig, egyrészt bugos volt valami számra a vége, százszor kellett neki indulni, másrészt olyan nehéz volt az utolsó előtti, lehetett az a pálya, utolsó előtti, valahogy így már végén voltam majdnem. Olyan nehéz volt, hogy annyira felúsztam magamat rajta, végül abba hagytam. De hát ennek ellenére ajánlom nektek, és próbálhatok ki végigvinni ti helyettem, de nagy részt, ugye a 3/4-ét ezt körülbelül kivittem a játéknak. DLC-ket is próbáltam csinálni, próbáltam achievementeket elérni, nagyon sok achievement van a játékban, tehát ilyen elérési lehetőség, különböző ilyen pontok és címek eléréséhez, amit ki is jelez a játék, vagy a Steam, én mondjuk Uplay-en toltam, ha jól emlékszem, nem Steam-en. Valamelyik a kettő közül, már most nem tudom pontosan, hogy majdnem 2 évvel a kezdete után. De hangulatos a dizájnja és grafikai dizájnja, mesés, látványos is egyben, felstrófolták újabb effektekkel, amelyek a régebbi platformokra még nem voltak jellemzők. Ha jól tudom, multiplayer is van a játékban. És arra látjátok, itt különböző típusú pályák vannak, főleg most ezt nem fogom felsorolni, de a leírások alapján körülbelül gondolhatjátok, láthatjátok, hogy milyen pályák várnak majd rátok. Egyébként nagyon sokféle van, és nagyon sok mellék pálya, vagy titkos, még titkos elem, meg pálya is van, meg gyűjtögethető elem, úgyhogy ha ki akarjátok maxolni, egy rohadt hosszú élvezetes játékot kaptok. Tehát a játékidőben az egyik leghosszabb platformer szerintem, és az egyik, hát ha nem is azt mondom, az egyik legnehezebb, de a nehezebbek közé is sorolható azért. Úgyhogy nézzétek meg esetleg ezt a kert csináló végigjátszást, ha pedig tetszett, akkor ti is tegyetek meg próbát, és azon tőletek, sziasztok!